állás középről! Zászlónák, tiszte, légy! Megemlékezésre hívta Kiskunhalas önkormányzata, valamint a szervező Halasi Városmenedzser Kft. A lakosságot november 4-én nemzeti gyásznapunkon. Az országzászló emlékműnél a Kiskunhalasi Lovasbandérium tagjai álltak díszőrséget. A forradalom jelképének, a lyukas zászlónak a levonása közben a megemlékezők közösen énekelték el nemzeti himnuszunkat. Ezt követően átsétáltak a Bethlen Gábor téri kopjafához, a megemlékezés főhelyszínére. Itt Bocskorás Bertalan, református elnök lelkész osztotta meg gondolatait. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A mai gyásznapom 1956. november 4-ére emlékezve nagyon egyszerű alapigazságokat mondunk ki, nevén nevezve azt a sátáni erőt, amely mindig más köntösbe bújva ugyanazt akarja évezredek óta: lopni, ölni és pusztítani. És mindegy, hogy csak az elmúlt 100 évet nézve, mindegy, hogy ez a köntös ez barna, vörös vagy szivárvány színű, ugyanúgy megpróbálja ellopni hazánkat, ellopni szavaink értelmét, ellopni múltunkat és jövőnket, minden számunkra fontos és szent értékünket. Az elnök lelkész beszélt az 56-os események vétlen halasi áldozatairól is. 67 éve, 1956. október 27-én este 6:30 körül ez a kommunista eszme köpönyegébe rejtőző erő két honfitársunk, két ártatlan honfitársunk életét vette el itt ezen a helyen. Azokban a napokban országszerte 400-an haltak meg hasonló sortüzek áldozataként. És a megtorlás éveibe százak, ezrek, tízezrek, de a pontos számokat a mai napig sem tudjuk, mert a dokumentumok jelentős részét valakik elpusztították. A magam részéről mindig csodálkoztam azon itthon és külföldön egyaránt, a kommunizmus 100 millió áldozatával együtt szerte a világon, hogy nem elég érv arra, hogy mindenki felismerje és kimondja, ez a böszme eszme csak lop, öl és pusztít mindenhol, ahol csak megjelenik. Ezt követően Gyirán Péter iskola lelkész és Honti Irén evangélikus lelkész is mikrofonhoz lépett, hogy felekezetük nevében osszák meg gondolataikat a nemzeti gyásznappal és az 56-os hősökkel kapcsolatban. Majd Kiskunhalas képviseletében Kuris István László alpolgármester helyezett el koszorút a kopjafánál. A pártok, civil szervezetek és intézmények vezetői is lerótták tiszteletüket az emlékműnél. A főtéri kopjafától pár méterre, a Városháza sarkánál található a két halasi áldozat, Gyöngyösi pap Ida és Poloznyik Kálmán emléktáblája. Az esemény zárásaként emlékükre helyeztek el mécseseket és koszorúkat a jelenlévők.